Ez az úgynevezett citosztatikus labor a József András Oktató Kórházban. Itt készülnek a daganatos betegségek kezelésére szolgáló terápiás gyógyszerek. A már diagnosztizált tumoros betegségekben szenvedők számára itt állítják össze az egyéni gyógyszeres terápiát. Az innovatív gyógyszeripari kutatásoknak és fejlesztéseknek köszönhetően a korábbinál hatékonyabb onkológiai készítmények kerülnek be a rákos betegek terápiájába. Világszerte sok új készítményt törzskönyveznek, de ezek sokszor nagyon drágák. Most döntően immunterápiás és részben kemoterápiás, valamint hormonterápiás gyógyszereket fogadott be az OEP. Betegeink ezen gyógyszeres kezelések révén lényegesen közelebb jutnak a betegség túléléséhez, illetőleg a másik érdekessége a történetnek, hogy ezek olyan készítmények, amelyeknek meglehetősen magas az áruk. Ezt úgy kell gondolni, hogy 1 millió forint és a fölötti havi gyógyszerköltségről van szó egy-egy beteg esetében. Döntően nagyobb mennyiségben kaptak támogatást prostatatumoros betegeknek, néha használt hormonterápiás készítmények, illetve izotópterápia és immunterápiás készítmények kerültek bőrgyógyászatban, pulmonológiai tumorokban és gasztroenterológiai tumorokban támogatásra. A főorvos elmondta, hogy az újonnan támogatott készítményekhez már nem kell méltányossági kérelem. Ezek főként a 4. stádiumú betegeknek jelenthetnek segítséget életkilátásaikban, életük meghosszabbításában. A daganatos megbetegedések száma emelkedik itthon. Évente 60-80 ezer új rákos megbetegedést diagnosztizálnak Magyarországon. A szakemberek továbbra is hangsúlyozzák, fontosak a szűrések, mert ha minél korábban fedezik fel a betegséget, annál nagyobb a gyógyulás.